Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr! Először is szeretném megköszönni a beszámolót kapitány úrnak, és szeretném megköszönni azoknak a rendőröknek a munkáját, akik tényleg egyre nehezebb körülmények között teljesítenek szolgálatot Miskolcon. Ugyanakkor, ahogy itt Szilágyi képviselőről azért vitatkoznék, ez az előterjesztése, hogy az egyébként az előterjesztés címe is, a város közbiztonsági helyzetének a beszámolója, és így én igazából ezt nem tudom elfogadni, hiszen a javuló számok ellenére, amiket látunk, és aminek örülök, vannak olyan városrészek, amelyek egyre rosszabb helyzetben vannak. Gondolatok itt Jukóvölgyre, a Szarkahegyre, a Torontáli Tátra utcák környékére, az Újgyűri főtérre. Ezek egyébként visszatérő problémák, tehát évtizedes problémákról beszélünk. Nyilvánvaló, hogy a rendőrség munkája tényleg egyre nehezebb, alacsonyabbak a bérek, nagy a fluktuáció, és nyilván a terület pedig ugye egyre nehezebb. És azt látom, hogy nagyon sok esetben a járőrök száma is nyilvánvalóan kevés. És nyilván azt is hozzá kell tennünk, hogy a közbiztonságnak a fenntartása azért az alapvetően más szerveknek is a feladata. Nagyon fontos lenne például az ügyészség vagy a bíróságok olyan szankciókat hozzanak az a rendőrök által elfogadott elkövetőkkel szemben, amelyeknek visszatartó ereje van. Ezt már nagyon sokszor egyébként szóvá tettem, és a Mi Hazánk mozgalom a parlamentben is szóvá fogja tenni ezeket az eseteket. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy például a miskolci ügyészség az előzetesből elengedett olyan embert, aki a saját területén támadott meg másikat kutyával, elvette tőle a fényképezőgépét. Vagy az is jellemző egyébként sajnos, hogy nagyon sok esetben a rendőröket, tanárokat megtámadók első körben csak felfüggesztett büntetést kapnak, és nem kapnak letöltendő börtönbüntetéseket. Tehát azt gondolom, hogy nyilván ez egy komoly probléma, ebben az igazságszolgáltatásnak is bizony benne van a része. Szeretném megköszönni kapitány úrnak, tavaly novemberben kezdtünk el arról beszélgetni, hogy Pereces városrész kapcsán körzeti megbízottja lehetne a település résznek, és ahogy a bizottságülésen erről szintén beszéltünk, ez a folyamat elindult, és remélem, hogy pozitívan fog befejeződni. Ugyanakkor a városvezetés felé is lenne kérésem, hiszen ez egyébként az, hogy a KMB-s Perecesre engedélyezni fogják, vagy folyamatban van, az egyébként azt is mutatja a városvezetés felé, hogy az fontos lenne, hogy itt a kamera kihelyezések folytatódjanak, ugyanis ebben az esetben egyelőre még nincsenek új kamerák, ugye 16-ban indult el ez a fejlesztés, és hát ugye egyelőre még jó pár olyan kamera hiányzik, ami egyébként már előzetesen le lett fixálva, tehát azt gondolom, hogy ebben mindenféleképpen kellene előrelépnünk, úgyhogy erre kérem a városvezetést is, köszönöm. Meghívó szerinti 7. napirend javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. Egy határozati javaslatot kell döntenünk. Kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom a közülés 23, igen, 1 nem. Egy tartózkodás, 3 távollevő mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.